80%-os belvét csokoládéval van keverve a méz. Hévíz volt az első állomása a Youth & Spa elnevezésű nemzetközi konferenciának. A határokon átnyúló projekt lényege fiatalok bevonásával a résztvevő városok rejtett lehetőségeinek feltárása, azok megvitatása a döntéshozókkal. Hévízen az első nap programja a termelői piacon kezdődött, ahol a helyi termékek feltérképezése volt a cél. Mint Hévíz alpolgármestere elmondta, a program fő irányvonala az a kérdés, hogy a fiatalok miként vonhatók be az önkormányzati döntéshozásba. Számukra is minél élhetőbbé téve ezzel a várost. A fiatalok elvándorlása az nem helyi probléma, az egy európai probléma. A kisebb városokból egyfajta migráció figyelhető meg a nagyobb városok irányába, főleg, hogyha a fiatalokat nézzük. Ezért azok a problémák, amik külföldön is vannak, azok minket is érintenek, és ezért nagyon hasznos, hogy egy nemzetközi környezetben tudjuk ezeket a dolgokat megfigyelni, hiszen mi is megyünk majd ezekre a helyszínekre, és közösen próbálunk majd olyan általános megoldásokat kínálni, és felvázolni majd a városvezetőknek, ami megkönnyíti a fiatalok helyzetét az adott településeken. A fiatalok egy zenés-táncos flashmobbal is igyekeztek felhívni a figyelmet a projektre. Hévíz városán kívül csatlakozott a programsorozathoz Izeó, Tusnádfürdő, Szabadka és Magyar Kanizsa is. Minden helyszínről helyi fiatalok képviselik saját településüket. Én azért gondolom ezt egy nagyon jó projektnek, mert mi Szerbiából jöttünk a versenytársaimmal. És igazából most például Hévízt is meg sikerült ezáltal ismernünk. És azért gondolom, hogy ez egy nagyon jó kezdeményezés, mert ennek az eseménynek a során ráismerünk arra, hogy milyen sok közös dolog van a két város közt. És így a fiataloknak arról a helyzetéről, ami most szerintem mindegyik kisvárosnak hasonló a helyzete. A résztvevők a konferencia további részében előadásokat hallgattak meg, és a város többi nevezetességével is megismerkedtek. A projekt egyik fontos záró eleme, hogy minden helyszínen létrejöjjön egy ifjúsági tanács, így teremtve meg a párbeszédet az önkormányzat és a fiatal generációk között.